ビーの方までだと思う。Thank you.
Kedves nézőink, amennyiben velünk tartanak, a következőkben MB2-es férfi kézilabda mérkőzés közvetítését kísérhetik figyelemmel. A Török Szent Miklósi Székács Kézilabda Egyesület az Algyő csapatát fogadja zárt kapus mérkőzésen, így akik szeretnék ezt a meccset követni, azok válasszanak bennünket. A Török Szent Miklósi Székács Kézilabda Egyesület jelenleg listavezető a bajnokságban, ráadásul hibátlan mérleggel, míg az Algyő az ötödik helyet foglalja el jelenleg a tabellán. Győzön a Jobbik, hajrá Székács! Amennyiben tetszik, amit csinálunk, osszák meg videónkat, hogy minél több emberhez eljusson, és minél többen láthassák ezt a bizonyára nagyon izgalmas mérkőzést. Első gól a vendégeké, a negyedik percben 0-1.
Nyolcadik perc, 2-2 az állás. Pedig úgy tűnik, hogy a vendégek hálóire hát picit megbabonázza a hazaiakat. Hetest is fogott, illetve több zicsert hárított eddig. Tehát átvette a vezetést a hazai csapat az első félidő 9. percében. Most először vezet a Székács. Thank you.
23. perc, 5-3. Vendéggól 5-4. A 14. percben járunk jelen pillanatban. Ismét két gólos hazai vezetés. De jön is rá a válasz. 6-5 jelenleg. Emberelőnybe kerül a Székács. Ismét emberelőnyben a Székács. 6-5-ös vezetéstől folytathatják a mérkőzést a 17. percben. Thank you.
7-5. 18. percben járunk jelenleg. Először vezet a hazai csapat 3 góllal, 8-5 a 19. percben. Lassan azonban kiegészül a vendégcsapat, úgyhogy bár jelen pillanatban még üres kapuval támadnak, de körülbelül 10 másodperc múlva kiegészülnek. Ezúttal a Székács kerül berhátrányba. Szőlősi Balázsnak kell leülni 2 percre a játék vezető ítélete alapján. És mostantól van már hátrányban a Székás, hiszen kiegészült az Algyő. Az előző akkor mégsem volt gól, úgyhogy 9-6-ra vezet a Székács. 10 perc van még az első fél időben. Jó labdaszerzés, lesz a gól.
10-6. És időt kért a vendégcsapat. Huszonkettő perc, 8 másodperc telt el eddig ebből a mérkőzésből. 10-6-ra vezet a Székács. Tizenegy hat immár az eredmény. Székácsos gól, 12-6, és egy újabb algyői kiállítás. Majdnem teljesen 5 perc van még hátra a mérkőzésből. Bocsánat, az első félidőből.
13, 6, 1 perc van még a Székács ember előnyéből, és 4 perc az első félidőből. Itt az Algyő, 13-7. Tehát 7 góllal vezet az Ékás, és hamarosan kiegészül a vendégcsapat. Az eredményjelzőn bő egy perc van hátra az első fél időből természetesen. Majdnem egy labdaszerzés, de nem sikerült. Cserébe 2 percet pihenhet Nyári Bálint. Újabb Algyői gól. 15-9. Hazai időkérés az utolsó szűk fél percre. Thank you.
lövéssel befejezni. Ráadásul... Ráadásul... Egyelőre kérdés, nincs gól, azt mutatja a játékvezető. Nincs gól tehát. Az első fél idő végén Székács Kézilabda Egyesület QSM Algyő 15-9. Hamarosan jövünk vissza a második játékrésztel, addig is maradjanak velünk, menjenek el egy cigire, vagy ha nem is arra, de igyanak egy kávét, egy üdítőt. Hamarosan jövünk vissza, és innen folytatjuk.
véget a szünet. 15-9-es Székács vezetésnek. Hamarosan folytatódik a mérkőzés, a játékvezetővel is jelez. És még egy percig ember hátrányban van. Székács vezeti a második játékrész első támadását. 6 gólos előnyel vezet eddig Szoska Krisztián csapata. Picit bemaradtunk volna az öltözőben. Thank you.
két csapatból egy-egy játékos két percre leül. Thank you.
bizonyságot látott így büntetni. 7 méteres fog következni a Székácsi javára. Ugye egy a mérkőzés elején kimaradt, egy hetes. Most hol Alex áll oda a vonalra. Bármilyen kérdése van, tegye fel, ha tudok, válaszolok rá. Az se baj, hogyha a mérkőzéssel kapcsolatos. Időkérés. A vendég csapat
valamit mindenképpen meg kell osztani a csapatával a sikeresebb folytatás reményében. Cseh Attila kérdését olvasva, én nem tudom, hogy tartanak a játékvezetők a szétásmeccsektől. Inkább erről nincsen információm, úgyhogy erre sajnos nem tudom. Nem tudom megmondani a választ. Második játékrész derekán 21-17-re vezet a Székács. Thank you.
második félidő 18. percében, és 7 méteres. Szőlősi lett volna a célpontja a labdának. Csak felvételre tekinthetitek meg a mérkőzés, amit a mérkőzés összefoglalójában fogtok meglátni, tehát gyakorlatilag a mérkőzés után bár készítünk edzői nyilatkozatot, de az már nem lesz része az élő közvetítésnek. Technikai okok miatt. 22. perc, 23-20.
igyekszem egy kicsit közelebb hajolni a mikrofonhoz, hát ha úgy jobban hallható. A hangja alapján, hangsúlyozom, nem láttam jól, a hangja alapján ütésnek tűnt, piros lapot is ad a játékvezető. Perpatvara a zsűri asztalnál. Meglátjuk, hogy lesz-e valami következménye. Az idővel lehetett probléma, és valószínűleg nem indították el az időt. Hát most korrigálják el. Az időmérőn látható értékeket. Az eredményben nincs hiba, 23-20, a 23. percben járunk. Ja, és a 2 percest sem állították be, úgyhogy valószínűleg ezt reklamálta a Szoska mester, hogy nem vezették föl az eredményjelzőre a 2 perces kiállítás időpontját, és nem is indították el. Ennél hangosabban, közelebb nem tudok hajolni Fönncsi a mikrofonhoz. Megpróbálom minden mondani, hát ha jó lesz. Tehát 23-20. 23. perc. Folytatjuk a játékot. Nyári Bálint nagyon fölé dobta, és ráadásul a játékvezető nem látott szabálytalanságot.
valószínűleg ez is két perc, így is van. Van még hátra a mérkőzésből. Tehát 23-20, tehát 24 perc 46 másodpercnél áll az eredményjelző órája, és időt kért Szoska Krisztián. Számát a 27. percben 24-20. Valgyői gól 24-21. Thank you.
oldalán. Bár megmondom őszintén, nem tudom, hogy miért. Közésből 24-21 az állás a Székács javára. Thank you.
árnyékvezető úgy tűnt, hogy úgy tűnik, hogy belül látta a védekező játékosokat, úgyhogy 7 méterest adott. A Székásnak 50 másodperc van még hátra, 25-22, és újra Holló Alex áll a vonalhoz. Ezúttal hibázik. Maradt az állás 25-22. És megint megállt a játék egy sík szó miatt. Az is lehet, hogy lövés sem lesz a végén. Most Pasztoska Krisztián által kikért idő után valószínűleg egy figura lesz ennek a végkicsengése. Aztán meglátjuk, hogy lesz-e még gól, vagy 3 fával nyer a Székács. 5 másodperc van még hátra. 25-22. Kapura a lövés sem lett. Maradt az eredmény 25-22. Így ér véget ez a mérkőzés, tehát 3 gólos Székács sikerrel. Amennyiben úgy gondolják, hogy tetszett, amit csináltunk, illetve szeretnének máskor is értesítést kapni az élő közvetítéseinkről, úgy iratkozzanak fel csatornánkra, hiszen megpróbáljuk így a zárt kapus időszak alatt mind a labdarúgó mérkőzéseket, mind a kézilabda mérkőzéseket közvetíteni önöknek. Természetesen a Török Szent Miklósi Futballklub és a Török Szent Miklósi Székács Kézilabda Egyesület mérkőzéseiről beszélhetünk. Úgyhogy igyekszünk ezekről nem csak beszámolni önöknek, hanem lehetőséget biztosítani arra is, hogy élőben követhessék ezeket a mérkőzéseket, és akár együtt izgulhassanak szurkolótársaikkal. Ennek a mérkőzésnek vége. Ne feledjék, holnaptól kötelező maszkviselés szabadtéren, úgyhogy erre figyeljenek oda. Köszönjük figyelmüket, legközelebb találkozunk. Viszontlátásra!